Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják. 2018-ban is Karcagra látogat a Tour de Hongrie mezőnye. Mikor lesz ez a verseny és mit érdemes tudni? Hagyományosan lassan már itthon köszönhetjük hazalátogatóba Karcagra a Tour de Hongrie kerékpáros körversenyt, hiszen sokadik éve látjuk őket vendégül. Ugye először azzal indult a versenyfogadás, hogy átmentek a településen, részhajrá volt Karcag főterén, utána pedig Rajt, majd célvárosként is, idén Rajtvárosként, a tavalyi évhez hasonlóan Rajtvárosként köszönhetjük a Tour de Hongrie mezőnyét. Hosszú ez a verseny, ugye 5 napos, végigjárják Magyarországot. Mi a 4. szakasz rajtját fogjuk elindítani, amelyről azt kell tudni, hogy egy úgynevezett királyetapnak hívják, hiszen a leghosszabb és a legnehezebb útszakaszt járják be a versenyzők. Karcagról indulnak, és Miskolcra fognak megérkezni, tehát egy elég magaslati befutó lesz majd aznap. Ez azt jelenti, hogy bár fáradt lesz a mezőny, mire ide érnek, nyilván óriási versenyre készülhetünk, és még közel sem dőlt el a végeredmény, amikor Karcagról fognak elindulni, tehát én úgy gondolom, hogy biztos, hogy egy izgalmas versenynapnak nézünk majd augusztus 18-án elébe. A mezőny tehát augusztus 18-án indul, 11:30 a Városháza elől, kisebb a megszokott ceremóniákat követően, ugye a versenyzők aláírják a nagytáblát, elfoglalják a rajthelyet, elől állnak azok a versenyzők, akik éppen a versenyben összetettben, pontversenyben vezetnek, és hát nyilván majd valami fajta meglepetés fölvezetéssel fogják elhagyni a várost. Tavaly a huszárok vezették fel őket, ami egy kuriózum volt az országban, be is került abba a fényképalbumba, amely 2017 legérdekesebb eseményeit örökítő fotóalbumba gyakorlatilag, hiszen a karcagi huszárok egy kuriózum, hogy a lovak vezették fel az induló versenyzőket. Idén is meglepetésre készülünk, és természetesen olyan kiegészítő programokra, amelyre a kilátogatókat is szeretettel várjuk. Egy verseny rangját általában mindig a nevezők létszáma adja meg. Most a Tour de Hongrie, ha az európai versenyeket, körversenyeket nézzük, milyen helyet foglal el? Egy normál körversenyként indult, ugye egy magyar körversenyként, amelyen elsősorban magyar versenyzők indultak. Ez egy olyan 10 évvel ezelőttig legalábbis ebben a formában került megrendezésre. Majd nemzetközi szintre lépett, és valóban nagyon jó a kérdés, hiszen ebben az évben már a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség egy jóval magasabb versenyrendszerébe, a 2.1-es versenyrendszerbe került, ami azt jelenti, hogy olyan versenyzők is indulhatnak, akik már a nemzetközi ponton szerepeltek, tehát a spanyol vagy az olasz körversenyen, akár a francia Tour de France-on is indultak, és ha jól tudom a híreket, bár ez még nem publikus, úgyhogy én sem fogok tudni nevet mondani, de valószínű, hogy egy olyan versenyzőt köszönhetünk, aki az olasz körversenyt már meg is nyerte. Igaz, hogy nem versenyzőként fog részt venni az idei Tour de Hongrie-n, hanem VIP személyként, de nagy valószínűséggel itt lesz végig, úgyhogy Karcagon is köszönhetjük majd őt. Tudunk-e már bármit mondani arról, hogy körülbelül hány kerékpáros érkezhet majd ide Karcagra, illetve a versenyre? Ezt ugye megszabja a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség. 10-12 csapat nevezését lehet elfogadni, 9 fős egy csapat, tehát elméletileg egy közel 100 fő az, aki Karcagon is rajthoz fog állni. Ami még fontos, kell-e majd útzárakra számítani a helyieknek, illetve az ide érkező szurkolóknak? Biztosan, hiszen egy ilyen nemzetközi versenyt már komolyan kell biztosítani, jóval erősebben, mint az idei évben. De én azt gondolom, hogy az a szokásos útlezárás, amely a Kossuth teret, illetve a kivezető Madarasi utat illeti, ezt az elmúlt néhány évben már megszokták a helyi lakosok, ugyanerre kell számítani idén is. Milyen beruházás zajlik, polgármester úr, most itt a Zöldfa úti óvodában? Az óvodának a teljes felújítását terveztük egy topos pályázat keretein belül. 200 millió forintot nyertünk erre a beruházásra. Gyakorlatilag a mögöttünk látható óvoda épületnek a teljes felújítása fog megtörténni. A falakig visszabontják az egész épületet, és mondhatom, hogy egy új és nagyon-nagyon korszerű óvoda fog megépülni.
teljes rekonstrukcióról beszélhetünk, tehát a vezetékektől kezdve vizes blokkokig minden megújul? Minden megújul az ég egyet a világon, ahogy említettem az előbb, a falak maradnak meg, és mindenki lesz cserélve a lehető legmodernebb, legkorszerűbb eszközökre. Körülbelül egy hónap van az óvoda kezdésig. Hol lesznek azok az óvodások, akik itt vannak elhelyezve? Hát van egy nagyon bevált épületünk, az Úrvi Kaszinó épülete, ami már több ilyen nehéz helyzetben kisegített bennünket, hát a nehéz persze időzőjelben, mert örülünk annak, hogyha az óvodáink megújulnak, és amikor a Kuten úti óvodának a felújítása zajlott, akkor is a Dózsa-György úton voltak elhelyezve ideiglenesen az óvodások, és most is ez történik meg. Az Zöldfa úti óvodából oda fognak átkerülni a gyermekek, most szünidő van, tehát most kisebb a probléma, de remélem, hogy a kivitelezők megfelelő időben és a lehető leggyorsabban végeznek ezzel a munkával. Mindenképpen megéri ezt a kis kényelmetlenséget vállalni, hiszen valóban egy 21. századi szintű óvoda fog itt rendelkezésünkre állni. Mi a célja az önkormányzatnak a MIL felújítással? Hát egyrészt ez az óvoda, ez valóban óvodának épült valamikor, de hát nagyon-nagyon régen volt felújítva, tehát kisebb karbantartások kerültek végrehajtásra. Az alapvető célunk az, hogy a nevelés egy nagyon fontos szakasz az óvodai nevelés. Itt találkoznak a gyermekek olyan környezettel, ami gyakorlatilag meghatározza a további életüket is. A legkülönbözőbb szociális helyzetből érkeznek. Az óvodáknak a kinézetükben is példát kell mutatniuk, hogy is, mint is lehet élni és kell élni. Ezért is nagyon-nagyon fontos az, hogy az óvodáink rendben legyenek. Azon túl természetesen, hogy nem mindegy, hogy milyen körülmények között töltik a napjaikat a gyerekek, és milyen körülmények között dolgoznak az óvodában a nevelők, a óvodapedagógusok és a kisegítő személyzet. Lassan az óvoda korszerűsítéseknek a végére fogunk jutni, de mindenképpen azok az óvodák, ahol még nem történtek meg, azok is számíthatnak arra, hogy felújításra fognak kerülni. Mely óvodák estek már át korszerűsítésben, esetleg egy kis visszaemlékezést, ha nézhetünk? Csokonai úti óvoda, Jókai úti óvoda, Kuten úti óvoda, az elmúlt időszakban például a Kinizsi úti óvodának a konyharendszere újult meg, és lehet, hogy még mások is, csak most hirtelen a teljeség igénye nélkül soroltam fel ezeket. Hát ez volt itt valamikor a bejárat. Jó napot kívánok! És ez az összes ablak, ajtó, minden ki lesz cserélve. Tető megújul, színekben megújulnak, és átépítés is lesz. Tehát ez egy nagyon, tényleg egy korszerű óvoda lesz. Milyen lett az árpatermés 2018-ban? Hát nem vagyunk boldogok, de ezt előrevetítette már az évnek az előző része is, mert a korábbi termésnek ebben a régióban úgy átlagban a felét sikerült betakarítani a gazdálkodóknak, nekünk is. Voltak természetesen most is jó táblák, de voltak nagyon rossz táblák. A téli időjárás, a tavasz időjárás bizony nagyon rányomta a bélyegét, és hát itt most a gazdák nem örülnek, mert gyakorlatilag a termés fele oda lett. Egy hektáron mekkora mennyiséget sikerült betakarítani, és ez az elmúlt éveket nézve milyen termés? Hát igen, azért egy jó évben a 6-7 tonna a mi régiónkban is lejön hektáronként az árpából. Most 3-3,5 tonnával kellett megelégedni a tisztítás után, tehát egy olyan minőségű árpa, ami már étkezési, sörkészítési célra alkalmas, az 3-3,5 tonna lett csak hektáronként. A kevesebb termés milyen hatással lehet az élelmiszeriparra? Hát van némi árfelhajtó hatása, bár ez megint nem annyira a termelőnél csapódik le, hiszen a gabonár, így az árpára is, ez nem hazánkban dől el. Itt a világpiaci árak, azok a trendek nominálnak. Szállítási költség, milyen közel vagyunk a főhasználóhoz, ez egy picit lehet áremelő hatású, ha már messze van valaki, sokat kell szállítani, akkor alacsonyabb az ár. És ugye itt a szállítás is, ami lényeges bármilyen terméknél, a szállítási költség, ami befolyásolja szintén az árakat. A hazai fogyasztásra elég lesz ez a megtermelt mennyiség? A hazai fogyasztásra elég lesz, de importból esik ki. Hát ugye árpából azért már most elég sok reformélelmiszer is készül, de hát a legnagyobb főhasználó az állattartás mellett a söripar.
A kevesebbre drágább árpa milyen hatással lehet a sörfogyasztásra, a sörfőzésre? Mi ugye alapvetően kisüzemi sörök készítésével foglalkozunk. Kisüzemi sörfőzés fronton azt gondolom, hogy olyan nagyon-nagyon jelentősen nem fogja megemelni a söröknek az árát ez az árpa termésnek a csökkenése. Nálunk azért elég befolyásoló tényező, például a komlóknak, ugye meglehetősen drága, illetve egzotikus komlókat használunk, azok is nagyon-nagyon ingadozó áron szerezzük be őket, és azt gondolom, hogy olyan árrések vannak ezeken a kisüzemi sörökön, illetve olyan termeléssel dolgoznak ezek a kicsi üzemek, hogy ha emelni is kell, azért nem gondolom, hogy olyan nagyon-nagyon jelentős mértékben történne meg ez. Az áremelést teljes egészében a vásárlók fizethetik majd meg? Nem, azért is mondtam, hogy valószínűleg ugye itt egy részét, hogyha tényleg ugye, nyilván ezt több részre osztanám, ugye az, hogy az árpa emelkedik, ott nyilván ugye az árpából készítenek először árpa malátát, ott is ugye már valószínűleg egy részét ennek az áremelkedésnek a maláta készítő üzem ezt benyeli. Ugye valószínűleg a maláta készítő üzem sem fogja már ugye olyan mértékben átruházni ezt a sörfőzdékre, meg valószínűleg ugye ez tompul, mire eljut a vásárlókhoz is, mire ugye ebből az árpa malátából sör készül. Előreláthatólag mennyivel drágulhatnak a sörök? Én azt gondolom, hogy egy ilyen 5, maximum 10% van benne ebben a történetben. Mennyire keresettek jelenleg Magyarországon a kézműves sörtermékek? Egyre inkább. Azt hiszem észre, hogy bővül a piac is, bővül a kínálat, őrült mennyiségben, vagy őrült mértékben. Szinte hétről hétre nyílnak újabb sörfőzdék, illetve a meglévők is folyamatosan jönnek ki újabb meg újabb sörökkel. Ezt a fogyasztók részéről is mondom, hogy érdemes ezeket folyamatosan követni, meg szemmel tartani. Nagyon-nagyon izgalmas főzetek, izgalmas sörök jönnek ki, mindig kóstolni, fogyasztani kell ezeket, meg tesztelgetni az újabb főzeteket. Szóval nagyon izgalmas piac, nagyon izgalmas terület. Ezek a újonnan alakult sörfőzdék, a több kézműves sör esetlegesen tompíthatja-e a drágulást, tehát a nagyobb kínálat visszavetheti az árakat? Elképzelhető, de igazából a kézműves sörös fronton nem feltétlenül az ár az, ami meghatározó. Ugye az ár az leginkább azoknál a főzdéknél, a nagyüzemi sörfőzdéknél meghatározó, ahol nagyon-nagyon ki van centízve az, hogy mennyiért tudják eladni. Tehát ott ugye nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy lehetőség szerint minél olcsóbban szerezzenek be, minél több hozzávalót. Ugye nálunk nem feltétlenül az ár a lényeg, mi mindig arra helyezzük a hangsúlyt, hogy az általunk előállított termékek nagyon-nagyon magas színvonalat képviseljenek. Meg általában a legtöbb kisüzemi sörfőzdénél ez hasonlóképpen, az új hullámos kisüzemi sörfőzdéknél ez hasonlóképpen működik. Mi sokkal inkább hajlandóak vagyunk kiadni magasabb pénzt, hogyha arról van szó, hogy az a minőség rovására megy, mert hogy a minőséget tudjuk ezzel emelni. Tehát lehet például, nem tudom, malátát is venni egy zsákkal 5000 forint, meg lehet 2000-ért is, nyilván mi az 5000-eset vesztük, mert az minőségben jóval magasabb, de ugyanez van a komlóknál, vagy az élesztőknél is egyébként. 5-10%-os drágulást jósolsz, ez jelenleg, tehát mennyibe kerül most jelenleg egy üveg kézműves sör, és mennyi lehet az drágulás után? Nagyon érdekes, amit kérdezem, mert gyakorlatilag ez nagyon-nagyon sok függ attól, hogy egy sör milyen típusú, például abban milyen maláták, milyen komlók, esetleg milyen gyümölcsök vannak. Ugye nagyon-nagyon széles szortimentünk van többek között nekünk is, más főzdéknek is. Ugye a fogyasztók kb. Mondjuk egy 0,33-as palacra vonatkoztatjuk, gyakorlatilag ilyen 600 forinttól indulnak körülbelül ezek a sörök 5-600 forinttól, és akkor ugye a határ körülbelül a csillagoség, de mondjuk ilyen 1001-1002 körül. Én azt gondolom, hogy ami mondjuk lőjük be a szortiment közepét, mondjuk ami most meg tudott venni egy fogyasztó a boltban 850 forintért, egy 0,33-asat, az azt gondolom, hogy ilyen 900 forint környéke. Nem hiszem, hogy sokkal tovább emelkedne ez a történet. Mennyire keresettek a magyar sörök, illetve milyen árba kaphatóak most jelenleg? Középár kategóriában vannak a magyar sörök. Az olcsó kategóriák lementek most jelenleg a polcról, így ígérték, hogy majd szeptemberben újra fogják gyártani, hát bízunk benne, mert nagyon keresik a olcsóbb söröket. Jelenleg most milyen árban vásárolnak sört az emberek, illetve a fél literes, két literes, hogy megy?
Hát a fél literes az van 150 forinttól 170 forintig, a dobozosok is úgy szintén, a kettő literese az is van 550-től 620-ig, melyik hogy. Drágulás következhet be a söröknél, akár 15%-os is. Mennyi lehet egy fél literes sör a legkedveltebb fajtából ezután? Hát attól függ, hogy mennyivel fogják emelni, majd meglátjuk. Akkor az is ott van, hogy egy olyan 10-15 forint körülbelül megy rá. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták, riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcaktv.hu weblapon. Viszontlátásra!